És te hozott, Balázs, szervusz, mutatkozz be a művésznőnek, de hát ezt mondanom sem kell. Ez a látszólagos eszköztelenség, ez nálad már tudatos, vagy még egy kicsit ilyen lütyő vagy? Én önmagamban tudatosan vagyok lütyő, és ez így néz ki a színpadon, tehát... Egyszer egy gyros sütő előtt elmentünk ketten, nézte Balázs a forgónyásat, hogy ment rajta a gyros, és azt mondta, hogy én most odaugrok és beleharapok. És én láttam azt, hogy megteszi. Igen. De nem történt meg, tehát... Az hogy volt, hogy együtt jártatok fellépni BKV-val? Nekem van mondjuk jogosítványom, csak nem merek előzni. Súlyos, súlyos! Vonatban az a legrosszabb, hogy ilyen sok szélhámos árul most már rajta ilyen kis vicikvackokat, nem tudom, ki találkozott vele. És én nem szeretem, mert én segítek, ahol tudok, de az ilyen átveréseket nem szeretem. Múltkor jött egy illető, szétosztogatott ilyen kis plastik kártyákat, rá volt írva, hogy nagyot halló vagyok, kérem segítsen, mellé meg a kis plüssállatot, 500 forintért vegye meg. Mondom, figyelj csak, barátom, tudod mit, megveszem az egészet. Azt mondja, igen. Jó, hát talán nem mindenki tartozik ebbe a kategóriába. Balázs, te mint kis bemutatkozó szösszenetedben jelezted, közgazdász vagy, számviteli főiskolát végeztél. Újpesten tanultál, vagy Szegeden? Na ez a nem egyszerű. A legrosszabb, hogy... Igen? Én Salgótarjánban tanultam. Szentesi létedre? Persze. És hogy kerültél Salgótarjánba? Hát vonattal. Jó, jó. Hogyan emlékszel az első vizsgádra, a könyvelési vizsgádra? Hát rossz vonatra szálltam. De utána leszálltam róla, csak nem időben. Úgyhogy a 60-i hajléktalanokkal töltöttem az éjszakát. De befogadtak, hála Istennek. Mondjuk akkor kicsit máshogy néztem ki. Utána... reggelig tanulgattam, aztán felszálltam egy jó vonatra, csak azon meg elaludtam. Akkor busszal visszamentem Salgótarjánba, akkor vizsga közepén megérkeztem, és végül bejutottam szóbelire. És hát ez nem vicces, de levizsgáztam. Hát kedves Lenke, hát mit kezdünk ebben a Balázsat? Nekem ő Steinmann az eminens. Nagyon édes, nagyon jó, bűvágos. Na, hát Hajdú Balázs, nagyon szépen köszönjük!